Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Úgy mesélik, ha egy év véget ér, és kezdődik egy új év, akkor 12 napon keresztül a szellemek uralkodnak. Vannak jó szellemek is, meg vannak rossz szellemek is. Minden nap összefügg egy hónappal. Ez december 25-én indult, az a nap a január hónappal áll összeköttetésben, december 26-a február hónappal, és a mai nap, tehát január 2-a, az kihat szeptember hónapra. És ma éjfél előtt kívánhatunk valamit. Ez a kívánság megvalósul. De szeptemberben is van egy nap, amikor a kívánság megvalósulhat. Ez szeptember 11-én lesz. A fő téma most valamit rendbe tenni, vagy a gyógyító hatás. Az is most a középpontban áll. De mi megtekintjük a kártyán is, mi lesz még fontos szeptember hónapban. Ezen a képen a hold látható. Ennek van több jelentése is. Utal az anyukára, az anyai érzelmekre. A hold uralkodik az érzelmeink felett is. Különösen, ami az álmokat, a vágyakat, a reményeket illeti. De kell, hogy ebben higgyünk, mert így valósulhat meg. De ügyeljünk a saját érzelmeinkre is. Ha félelmeink vannak, ha bizonytalanok vagyunk, akkor ez az álom nem tud megvalósulni. Kell a hitünket erősíteni, és ebben bízni. Akkor előre mennek az események, és egy álom megvalósul. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!